Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Nagy a bizonytalanság, ezért az elkövetkező időszak fájdalmas lesz mind a termelők, mind a fogyasztók számára. Ezt mondta tavaly augusztusban az egyik szakportálnak Szabó Ákos. A tranzit csoport vezérigazgatója az interjúban egyebek mellett a rezsiköltségek és az alapanyagok drasztikus emelkedését, illetve az orosz-ukrán háború hatását említette. Ennek fényében különösen indokolt a kérdés, hogy milyen pénzügyi évet zárt a cégcsoport, hogyan befolyásolta mindezt az üzleti tervet, és milyen hatással volt például a termékfejlesztésre. Aki elmondja, Szabó Ákos, a tranzit csoport vezérigazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket is. Igen, vezérigazgató úr, hát ennek fényében, ennek hogy fényében sikerült a tavalyi? Egy nagyon jól összefoglalt kérdés, potom másfél órába tudnék is válaszolni a tavalyi évről, hisz ugye annyi minden történt, és annyi kihívás elé lettünk állítva a tavalyi évben, ami még cég talán elmúlt 30 évben nem történt meg, tehát rendkívüli éven vagyunk túl. Ugye nagyon jól összefoglalta, ugye először kezdődött ugye a háborút adta bizonytalansággal, ugye kiszámíthatatlanná vált az energiapiac először, utána rendkívül drágává. Közben ugye Magyarországot és egész Európát is sújtotta az aszály. Ugye nekünk állattenyésztőknek a gabona egy nagyon fontos, a legfontosabb alapanyag ugye a termelésünk során. És akkor még nem is az volt tavaly a legnagyobb probléma, hogy drága, rettentően drága, hanem egyáltalán lesz elégséges gabona a tevékenységünkhöz. Közben ugye minden más szolgáltatásnak, input anyagnak az ára drasztikusan elkezdett emelkedni. Hát mondhatnám viccesen, hogy tavalyi év rekordév volt számunkra, ha nem is a pénzügyekben, de a üzleti tervek számában mindenképpen, hisz az első fél évben legalább 7 üzleti tervet dolgoztunk ki, és utána dobtunk ki a kukába, hisz olyan gyorsan változott körülöttünk a környezet, amire reagálni kellett folyamatosan, és sokszor akár 180 fokos fordulatot is kellett venni. Na most elmondhatjuk azt, hogy túl vagyunk a tavalyi éven, nem lesz könnyű a 2023-as év se. Talán az inflációnak elértük a csúcspontját, a drágulásnak, a mi iparánkban sem mindenképpen ezt látjuk. Most már szabad szemmel látható majd a átcsökkenés, tehát megfelelő közelségbe került. Ugye, önök a... látják már ennek jeleit a kereskedelmi partnereknél? Igen, mert ugye alapvetően rövid távon mindig a kereslet és kínálat határozza meg az árakat, közép és hosszú távon ugye a termelési költségek és a kereslet kínálatnak az egyensúlya úgy szintén. Az inflációnak ugye a keresleti oldalon hát egyértelmű hatása volt a vásárlóerőre, csökkent jelentősen. Még a mi termékkörünkben is egy ilyen 15-16%-os volumen csökkenést látunk. Ugye nem szabad összekeverni ugye értékbe, hisz ugye a drasztikus áremelkedés miatt értékben nagyon jól mutatnak a számok, de volumenbe kell vizsgálni, mert az a valós kép most. Tehát a keresleti oldalon abszolút gyengülést figyeltünk meg. A kínálati oldalon meg talán az a szorítás, az a folytogató helyzet, ami tavaly volt, ugye akár az energiárakban. Azért megfigyelheti mindenki, hogy most már azért ugye csökkentek is, illetve stabilizálódott az áramára, ugye a gázára, mind a világpiacon, mind Magyarországon. Tehát most már talán kiszámítható és ugye kezelhetőbb költségszintre került az energia. A takarmányban sokkal jobb termést várunk az idejében, a búzában ez már egyértelműen látható. Illetve az ukrán import általi kínálati nyomás miatt ugye a búzára például a tavalyi 140 ezer forintról most már 80 ezer forintra csökken. Ez természetesen a növénytermesztőknek egy nagyon nehéz helyzetet teremt, az állattenyésztők meg köszönik szépen végre, hisz eddig nekünk volt egy kezelhetetlen áremelkedés, ez a legfontosabb input anyagunkban. Tehát úgy gondolom, hogy most már tényleg elindul egy árcsökkenés. Egy költségcsökkenés, és ebből adódóan egy árcsökkenés is, hisz ugye a kereslet csökkenése nyomás alatt tartja a gyártó cégeket, hogy versenyezzenek egymással, és a versenyt tudjuk általában az ugye alacsonyabb árakat hozni. Vezérigazgató úr, milyen volumenekről beszélünk a különböző termék csoportoknál? Hát a mi cégünk esetében ugye mi egy 2 millió libát, húslibát állítunk elő. Ez exportpiacokra kerül elsőlegesen Németországban, Magyarországon minimálisat értékestünk. Most már ugye az idei évben meghaladja a 10 milliót a kacsadarabszám, amit levágunk. Örömmel mondhatom el, hogy továbbra is azért a magyarországi kacsafogyasztás növekszik. Mondjuk a tavalyi év inkább nem a növekedésről, de a stagnálshoz, de már ez is nagy szó, hogy egy ilyen áremelkedés mellett is meg tudtuk tartani ugye a fogyasztást.
de úgy gondoljuk, hogy közép-hosszú távon mindenképpen növekedő fogyasztásról beszélhetünk, tehát itt már érdemi piaca van a kacsának Magyarországon, illetve egy 17 millió csirkét várunk ugye az idei évbe, de ott egy nagy beruházásunkat követően, ami az idei év végén zárul le, ez a volumen jelentősen növekedni fog, hiszen átlépjük a 30 milliós darab számot majd. Szabad erről tudni valamit, hogy mi ez a beruházás? Igen, ez egy 12 milliárd forintos beruházási csomag. Lényegében igaz, hogy ez egy barna mezős beruházás, mert egy meglévő üzemünket alakítjuk át teljesen, de szó szerint teljesen, tehát nem lehet majd ráismerni az üzemre, mert ez mind kapacitásbővítő, ugye mind technológia javító, munkakörülményeket jelentősen javítjuk, tehát ez egy komplex beruházási csomag lesz. Úgy gondoljuk, hogyha mi versenyképesek akarunk lenni a csirkébe Közép-Kelet-Európába, akkor ezt a volument el kell élnünk mindenképpen. Külpiacok kompenzálták a belpiaci kereslet visszaesést? A külpiacokon is megjelent ugye a keresletcsökkenés, ugye ott is a vásárlóerő azért ugye csökkent, vagy gyengült. Talán nekünk azért szerencsénk, hogy a víziszárnyas baloldalon nagyon erős külkapcsolatokkal rendelkezünk, nem csak Európának minden országába szállítunk, de Európán kívül is. Illetve ugye ami az energia szempontjából hátrány volt, vagy akár a takarmány szempontjából, ugye a tavalyi évben azért a forint jelentősen gyengült ugye. Először a háború kitérése után, utána pedig ugye a külkereskedelmi mérleg felborulása miatt, akkor az minket segített azért jelentősen a külpiacokon, hisz ugye nagyon nem mindegy, hogy az 1 euró, amit kapunk mondjuk a termékekért, az 360 forinton vagy 420 forinton váltjuk be. Ugye azóta a forint is stabilizálódott, tehát kiszámíthatóvá vált, de mindenképpen a kérdésre a válasz, hogy igen, nagyon-nagyon szükségünk volt arra, és erre is törekszünk, mert jelenleg például a csirkébe, mi a előállított terméknek a 90%-át belföldön értékesítjük. És ezért is növeljük a kapacitásunkat, hogy tudjunk külpiacokat is építeni. És mindeközben nem állt meg ugye a termékfejlesztés sem. Mit is kell tudni erről a legújabb? Vagyis hát most már nem is tudom, mondhatom a legújabbnak. Mit mondhatunk erről az új termékcsoportról? A csibém, ugye egy csirketermék, egy prémium csirketermék, tavaly ősszel indult el ugye a piacon, vagy tavaly ősszel mutattuk be a fogyasztóknak. Igen, tehát mondhatnánk azt, hogy az időzítés nem volt szerencsés, ugye egy inflációs környezet, amikor minden drágul, még a standard csirke, ugye az egyszerű átlagos csirkára is jelentősen növekedett, akkor miért akarunk egy prémium csirkét előállítani? Úgy gondoljuk, hogy a kutatásfejlesztés, meg a termékfejlesztés az nem lehet rövid távon gondolkodva elvégezni. Egy kicsit szerencsétlen az időzítés, de azt mondhatjuk, hogy egy sikeres termékké tudott válni. Hisz ma egy fogyasztó bemegy bármelyik boltba, akkor alapvetően ugye találkozik a standard csirkével, a pulykával, és most már ugye szerencsére sok helyen a kacsával, ha baromfit keres. Néhány nagyobb üzletben megtalálhatók ugye a prémium csirkék, igazán prémium ugye nagyon drága termékek, amiknek az ára sokszor vetekszik, vagy magasabb akár a kacsa áránál is. Tehát a fogyasztók többségesen is nem engedheti magának. Mi egy olyan terméket szerettünk volna, ami emlékezteti a fogyasztót ugye az igazi háztáji csirke ízére, tehát eltávolodik az íze a standard csirkétől, illetve árba is megfizethető, tehát mondjuk nem olyan drága, akár egy víziszárnyas, de mégis olyan kulináris élvezet tud okozni neki, ami ugye akár a régmúlt emlékeit is felidézi. Mitől lesz ez a termék prémium? A tartási körülményeiről mit lehet tudni? Hát igazából három pilléren alapszik a standard csirke és a csibém közötti különbség, és ez mind a három ugyanolyan fontos. Először is a genetika, tehát ugye ez egy kifejezetten háztáji genetikát használunk, nem azt a genetikai vonalat, nem azt a napos csirkét használjuk a csibém előállításához, mint a standard csirke esetében. Nagyon-nagyon fontos ugye a takarmányozás, hogy mit eszik az állat, hisz ugye azok vagyunk, amit megeszünk, ez igaz az állatokra is, a baromfőre is. Illetve a tartás technológia azt nagyon helyesen mondta, hogy ugye sokkal hosszabb ideig tartjuk, ugye közelsően intenzív az etetése, ugye, tehát egy lassabb növekedésű csirkéről beszélünk. A genetikájából adódóan már nem is képes ugye, olyan gyors növekedése mondjuk, mint a standard csirke. Az életkörülményei ugye sokkal jobb körülményeket tudunk biztosítani, nagyobb életteret biztosítunk az állománynak. Talán ez a három tényező, ami nem csak ízre, mert úgy gondolom ez nagyon-nagyon fontos, nem csak ízre, hanem küllemre is teljesen mássá teszi a terméket, hiszen bemegy bármelyik fogyasztó ugye a áruházba, akkor azt látja, hogy egymás mellé rakja ugye egy ilyen csibém terméket, egy sztenderség, akkor az már a formájában is más, színébe is meg, más. Meg sárgább, ugye így szokták a házi hát sárga csirkének, igen, Magyarországon ez nagyon népszerű, a sárga csirke. Ez is igaz amúgy, pont a takarmányozó sokkal több kukoricát eszik ugye ez a csirke, de
egész szerkezetében, megjelenésében más. Vezérigazgató, végezetül nehéz, nagy a bizonytalanság volt a jellemző 2022-re, 23-ra is mondta, hogy nem lesz könnyű. Látja-e már az alagút végén a fényt? Fentülünk még a hullámvasúton. Talán tavaly megtettük a legnagyobb karikákat, meg kanyarokat. Az idei évben is lesz kihívás bőven. Itt logikus a deflációs hatás egy gyártó cégnek, amikor ugye csökkennek az értékesítési árak. Nekünk nagyon-nagyon fontos feladatunk ugye ezt költségoldalon követni, hisz a veszteséget termelő cégek azért nem szoktak hosszú ideig működni. Tehát ez egy nagy kihívás a teljes menedzsmentnek, a teljes kollektívának. Nagy kérdés számunkra azért, hogy mikor tér vissza a fogyasztás, arra a szintre, mint ugye akár a Covid előtt, ami nem is a Covid előtti szintre, de mindenképpen ugye a tavalyi év előtti szintre, hisz azért fontos, hogy a vásárlóerő megmaradjon, ugye, fogyasszanak az emberek, nem csak olcsó terméket, hanem ugyanilyen prémium terméket, mint a csibim, vagy akár a kacsa termékeink, tehát nekünk ez kulcskérdés, hogy a vásárlóerő az minél hamarabb jön vissza. Legyen így. Szabó Ákos, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.